megemlékezésen a tisztelgésünket szeretnénk kifejezni az akkori hősök előtt. Többek között ezekkel a szavakkal nyitotta meg a március 15-i megemlékezést Szécsi Máté, a Fidesz pécsi szervezetének alelnöke Pécsen a Jókai téren. A 12 pontot Szél Horváth Lajos, a Pécsi Nemzeti Színház művésze mondta el. Nemzeti őrsereg, közös teherviselés, úrbéri viszonyok megszüntetése, esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján. A 48-as márciusi ifjak egyértelmű üzenetet hagytak az utókorra, melyekbe kapaszkodni tudtunk az első világháború szörnyűségei után, a trianoni országvesztéskor, a második világháborúban és az 56 utáni eltipratás éveiben is. Előre kell tekintenünk, nem szabad, hogy azok, akik a régi korszakban is, 48-ban is ármánykodtak a külföldi érdekeknek szolgáltak és kiszolgáltatták a hazát, most újra érvényesülhessenek, hangsúlyozta Hoppá Péter, fideszes országgyűlési képviselő, a megemlékezés délutánján. Kik 56 után is elárulták a magyarokat, és külföldi érdek miatt odadobtak bennünket egy diktatúrának, egy külföldi hatalomnak. Ma is itt vannak közöttünk, akik külföldi zsoldban állnak, és megtennék, hogy kiszolgáltassák Magyarországot. Egy háborúság idején bele zavarnának bennünket, hogy háborúba fegyvert és katonát küldjünk. Nekünk békét, szabadságot és egyetértést kell szolgálnunk a mai magyaroknak, úgy, ahogy a 48-as március ifjak ránk hagyták. A legyen béke, szabadság és egyetértés szavaknak örök érvénye van, de most különösen nagyon meg kell hallani ezeknek a súlyát, értékét, mondta Kővári János önkormányzati képviselő, az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke. Nem rövid távú érdekek mentén kell gondolkodni, hanem egy nemzet életét több száz, több ezer évre kell tudni felelősséggel vinni, ahogy ezt elején is tették. Ők sem csak a saját szabadságukért harcoltak, hanem a miénkért is. Nekünk is ezt kell tennünk, most elsősorban azzal, hogy amikor el kell mennünk választani, akkor választunk a békesség és a békétlenség, a szabadság és a szabadosság, és a párbeszéd és az egyetértés között. Szerintem ezeket a szavakat mindannyian értjük. Nagyon fontos, hogy felelősséggel döntsünk, hogy az unokáink szemében nézhessünk. Az 1848-as szabadságharc és forradalomról való megemlékezés a Kossuth téren, Kossuth Lajos szobránál koszorúzással és énekléssel ért véget.